az orvosoknak, ápolóknak és a nővéreknek. A magyar kormánynak, a szponzorainknak és támogatóinknak, akik most is mellettünk állnak. A szülőknek és nagyszülőknek. A menteseknek. Az egészségügyi dolgozóknak. A gyógyszerészeknek, kutatóknak. A rendőröknek. A katonáknak. A határon szolgáló rendvédelmi szerveknek. A termelőknek, kereskedőknek és vállalkozóknak. A pékeknek, a henteseknek és a zöldségárusoknak. A dadusoknak, óvónőknek. Tanítóknak, tanároknak és oktatóknak. A diákoknak, hogy alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. A szociális dolgozóknak. A gyári munkásoknak. Az ételmeknek és a szokásoknak. Az árfeltöltőknek. A takarítóknak, szemétszállító szolgáltatóknak. A benzinkutasoknak. A postásoknak és főtáraknak. A boltban, gyógyszertárban, drogériában dolgozó eladóknak. A kamionsofőröknek. A média személyiségeknek, híradósoknak. Az irodai dolgozóknak. A banki ügyintézőknek. A közlekedési járművek vezetőinek és a repülőgépek pilótáinak. Az újságíróknak, a riportereknek, az operatőröknek és a fotósoknak. Az önkéntesen maszkokat készítő kicsiknek és nagyoknak. A szurkolóinknak, akik szüntelenül velünk vannak az online térben. Mindenkinek, aki megteheti és otthon marad. Mindazoknak, akik betartják az előírásokat, vigyáznak magukra és egymásra, csak így győzhetünk.